A csökkenőálló ányú, molnárfecskék és füstifecskék megtelepedését segítő fecskehotelt adtak át a tiszafüredi Tiszatavi Kerékpáros Centrumnál a Madarak és Fák napja alkalmából. Így néz ki egy mesterséges fecskefészek, a lyukas a Molnár fecske otthona, az pedig, amelynek a pereme nem éri el az eresz szintjét, a füsti fecskéjé. Azért van szükség ilyen lakótelepek kihelyezésére, mert a magyarországi fecskeállomány fele eltűnt az utóbbi 20 évben. Repülőrovarokat esznek a fecskék, és ezek a repülőrovarok egyrészt olyan élőhelyekhez kötődnek, amik sokszor már eltűnőben vannak, vizes élőhelyekhez, amit mondjuk itt szerencsére rendelkezésre áll, másrészt pedig a kültéres állattartáshoz is kötődő repülőrovarokat fogyasztották klasszikusan, tehát ezek az állattartás is visszaszorulóban van jelentős mértékben, tehát ez is érinti őket. A fecskék akár Dél-Afrikáig is elrepülnek áttelelni, a hosszú út során sokuk elpusztul. Amelyik visszatér, gyakran nem találja a fészkét, mert az emberek leverték. Egy fecske az magyarországi tartózkodás alatt 1 kiló szúnyogot, 1 kiló rovart fogyaszt el. Könnyen lehet számolni, hogyha mondjuk 100 000 vagy akár 1 millió párral több fecske van Magyarországon, az micsoda hatalmas rovar mennyiséget jelent. Én nagyon bízom benne, hogy ez a beruházás, amit támogatunk, mert nyugodtan mondhatjuk beruházásnak, ez segíteni fogja azt, hogy itt nagyon-nagyon sok fecske még megtalálja a fészkelő helyét. Az Aktív Magyarországért kormánybiztosság 600 fecskefészket tetett ki a Tiszató körül, abban bízva, hogy ezek a lakótelepek hamarosan benépesülnek.